Föllő Babett vagyok, színésznő, tanárstúdióban egyébként én több rétű, amit tanítok, mert egy picit átnézem a gyerekekkel az óra elején a beszéd és légzés technikát, van akinek nagyon profin megy már, valakinek egy-kétszer azért ugye el kell magyarázni, aztán castingra készítem fel őket, mert a gyerekek, bár köztük rengeteg tehetséges gyerek van, mégis megriadnak egy-egy casting feladat előtt, úgyhogy én erre nagyon nagy hangsúlyt fektetek, hogy önbizalmuk legyen, és aztán ilyen tévés alapismeretek, amiket még ugye elsajátíthatnak, de nagyon élvezik. Én nagyon remélem, hogy tudják hasznosítani azt a tudást, amit tőlem tanulhatnak. Egyrészt nyilván a beszédtechnika, meg a jó légzéstechnika az mindennek az alapja. Én mindig elmondom nekik, hogy akármit szeretnének az életben kezdeni magukkal, az, hogy szépen és helyesen tudjanak beszélni, az minden területen egy óriási nagy előny, akár egy állásinterjúra mennek el, függetlenül a médiától. Ez nagyon fontos szerintem, ne legyenek beszédhibásak. Aztán ott van a castingokra felkészítő gyakorlat, amit az élet bármely területén utána, ha egy-egy dolgozatnál nézzük, egy-egy felelésnél, vagy a későbbiek folyamán megint egy állásinterjúnál esetleg, hogy legyen önbizalmuk, hogy merjenek kiállni, hogy legyen, próbáljanak meg önmaguk lenni, önazonosak. Úgyhogy szerintem rengeteg olyan dolgot tanítok, amely egy civil életben is elengedhetetlen és nagyon hasznos. Igazából már 18 éves koromban kezdtem ezt a tanításosdit, igaz, hogy akkor még csak táncot oktattam gyermekeknek, de hogy nagyon jó a kapcsolatom velük, és én azt látom, hogy a saját gyerekemnél is az a megoldás, hogy én inkább a barátnője vagyok, mint az anyukája. Jó, nyilván elengedhetetlen egy-egy területen, hogy az anyukája legyek. Baráti alapon közelítem meg őket, és egyenrangú partnernek is tartom őket. És szerintem ez az alapja a jó tanításnak is, hogy ők egyenrangú felek. Én azt gondolom, hogy mindenkihez megvan a kulcs, hát minden gyerekhez megvan. Valahol félúton találkoztok, te lemész egy picit az ő szintjükre, és őket pedig felemeled, és szerintem ez abszolút kulcsanyításhoz. Mindenkinek ajánlom a Talent Stúdiót, függetlenül attól, hogy mekkora érdeklődési köre van egyébként a média irányában, és hogy nem is tudja eldönteni, hogy mi az a kör, ami ezen belül érdekli, hogy színész szeretne lenni, esetleg a szinkron színészet érdekli, vagy esetleg csak simán a háttérmunka ebben az egészben, mert hogy nagyon jó barátokra lehet itt találni, és szerintem nagyon sok olyan dolgot tudnak megtanulni, ami egyébként a későbbiek folyamán a civil életükben is fontos és hasznos lehet.